Jó napot kívánok, sziasztok! Én Uri Nándor vagyok, Nyíregyházen születtem, és itt érek már lassan 10 éve. Imádom a várost, az otthonomat, a szebbnél szebb utcákat és parkokat, a szabolcsi embereket. Szeretném megmutatni kedvenc helyeimet a városban. Lássátok az én szememmel! Város gyönyörű főterén, a Kossuth téren járunk. Reneszánsz hangulatú épületek, szórakoztató szökőkuta, és ami nem maradhat el, a galambok üldözése. Ez már a megyeháza előtti csodás park, ahol egy régi villamos található. Az utolsó kocsi 1969. május 31-én gördült végig a városon. Felújítva eredeti alkatrészeivel állították itt ki. A másik kedvenc szökőkutcám a Móricz Zsigmond Színház előtti Bessenyei téren található. A földből felbukkanó víz és fényjáték mindenkit elkápráztat. A tértől nem messze található a Jós András Múzeum. Jós András, Szabolcs vármegye egykori tiszti főorvosa, alapozta meg a múzeum bronzkori és honfoglaláskori leletanyagát. Folyamatos kiállításoknak és különböző programoknak ad otthont, amelynek mi is az osztályommal rendszeres résztvevői vagyunk. Kedvencem a tapintható csontok kiállítás volt, ahol kézbe vettem emberi csontokat. Ha egy kicsit kintebb jövünk a városba, minden egyre zöldebb, bizony ez itt a sóstói erdő. Szeretnék egy kis történetet elmesélni a sóstói erdőről, amit anyukám mesélt el nekem. Valamikor az 1700-as években egy bécsi földesúrnak fogytán volt a pénze. A mákára nagyon magas volt, ezért meg is írta az ispának, hogy vessék be a földjét mákkal. Csupán egy apró hibát vétett, lehagyta az ékezetet, ezért nem mákkal, hanem makkal ültették be az ezer holdját, így jött létre a nyíregyházi tölgyeserdő. Változatos növény és állatvilággal rendelkezik. Itt vagyunk Sóston, ebben a mesebeli környezetben található a szívemhez legközelebb álló létesítmény, a nyíregyházi állatpark. 2015-ben és 2018-ban is elnyerte Európa legjobb állatkertje címet. Az itt élő közel 5000 állat természethez közeli. Társas kifutókban látható, földrészenként csoportosítva. Nyáron táborozási lehetőséget is kínál az iskolások számára, akik testközelből megismerkedhetnek számos állattal. Tavaly nyáron én is a részese lehettem. A bemutatom utolsó állomása a kedvenc hobbimnak, a fürdőzésnek és az úszásnak hódol. Egy különleges hely Sóstó szívében a tófürdő. Sóstó a nevét a tófürdő partján kivirágzott sziksóról kapta. A tó déli részén alakították ki a tófürdőt. Az északi része pedig csónakázó tó. Tavaly teljes felújításon esett át, megújultak a csúszdák is, amit az uncsi tesómmal nagy örömmel próbáltunk ki. Ezzel a kis videóval búcsúzom, és kellemes időtöltést kívánok mindenkinek!